Kiváló hangulatban készült a Szent Mihály az MTK elleni mérkőzése, hiszen a Dél-Alföldiek a Jetson Liga előző fordulójában fontos sikert arattak a nagy rivális MLE vendégeként. Nagyon jó érzés volt végre megízlelni újra a győzelem ízét. Nagyon készültünk a két héttel ezelőtti meccsre, és hát sikerült, hál' Istennek, a három pontot elhoznunk a pécsiektől, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk és motiváltak. Az örömbe viszont némi öröm is vegyült a bajnok elleni hangolódás során. Szerencsétlenül estem rá a hátamra igazából, roppant egy nagyot a gerincem és a bordám. 7 órát voltam hétfőn az SBO-n. Igazából hál' Isten úgy néz ki, hogy elmozdulásos törésem nincsen, igyekszem a jövő hétre fölépülni. A legjobbakat kívánjuk innen is Szil Tündének, amivel minden bizonnyal az MTK-nál is így vannak, már csak azért is, mert rendkívül komolyan készültek a kékfehérek a Szent Mihály elleni mérkőzésre. Elég sokat változott a csapatuk így az elmúlt időszakban, így nem tudom, hogy most jelenleg milyen lesz majd ellenük játszani, de az biztos, hogy erősödtek, úgyhogy nehezebb lesz. Olyannyira nem volt könnyű dolga a fehérmezes MTK-nak, hogy a bajnok csapat nem is tudott gólt szerezni az első félidőben. Persze a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy gólt sem kaptak a fővárosi lányok, így 0-0-val vonultak szünetre a csapatok. Küzdelmes félidő volt, egész jól bírtuk, jól védekeztünk. A támadások kicsit gyengébb volt, de most megpróbálunk változtatni, és jobb lesz. A változtatás viszont az MTK-nak sikerült méghozzá egy nem mindennapi eseménysorozat után. A kékfehérek Nagy Lilla 50. percben született góljával kerültek előnybe. A találat igencsak megfogta a hazaiakat, így az 51. percben Nagy Lilla újra beköszönt. Ugye azt mondtam, hogy egy nem mindennapi eseménysorozattal jelezte az MTK, hogy egészen más felfogásban játszik a második félidőben. Nos, ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Nagy Lilla 2 perc leforgása alatt harmadjára is beköszönt, a klasszikus Mester 3-as után már is 0-3 volt az állás. Nekem most ez különösen jó érzés, mert szeptember óta nem rúgtam tétmeccsen gólt, és nagyon hiányzott már ez nekem, és ez nagyon, tényleg ez ugyanúgy a csapatnak is, nekem is nagyon kell az, hogy a döntőbe kerüljünk, és újra erősön bizalmunk legyen, mert úgy érzem, most abban kicsit hiány szenvedünk. Az MTK-s lányok a folytatásban is tovább növelték az önbizalmukat, hiszen a 61. percben Csányi Diana találatával már 4 gól volt a vendégelőny. Az Íra a pontot a 66. percben Tóth Barbara tette fel, vagyis gól nélküli első félidőt követően az MTK 5-0-ra nyert a Szent Mihály otthonában. Az első félidőben az történt, amit elterveztünk. Nyilván volt a másik félidő is tervünk, amit a szünetben meg is beszéltünk. Majd a negyedik percben kaptunk egy nagyon szerencsétlen buta gólt, ami 10 percig felsébredtünk bele, és addigra meg is végeztek bennünket. Gyakorlatilag ez történt a másik félidőben. Hát nagyon borzasztóan kezdtük szerintem az első fél időt, ez nem igazán méltó a mi csapatunkhoz, úgyhogy nagyon kellett ez a fél idei kis beszélgetés, úgyhogy úgy érzem, hogy az lendített át a csapatot, hogy milyen ez, és sokkal, de sokkal többet tudunk, és megráztuk magunkat, kijöttünk a pályára, és tettük a dolgunkat, ahogy egy MTK-hoz illik. Nagyon jó tömörült a Szeged, és mindenféleképpen a széleken akartuk őket megbontani. Ezt többnyire a második fél időben sikerült megoldanunk. Kicsit távol álltunk az embereinktől, hiába voltak meg a párok, távol helyezkedtünk tőlük, de még azt mondom, hogy az tűrhető volt az első fél idő, viszont a másodikban teljesen szétestünk, nem mentünk az ember után, és hát mintha megadtuk volna magunkat. A Jetson Liga következő 18. fordulójában a Szent Mihály a Ferencváros otthonában lép pályára, míg az MTK a Haladás Viktóriát fogadja majd.